Bár még az NB3-ban és a megyei bajnokságokban nem ért véget a 2020-21-es idény, a héten már elkezdődnek a selejtezők a következő szezon kupasorozatára. A kis csapatok számára vonzó a Magyar Kupa, ugyanis ha feljutnak az országos főtáblára, akár NB1-es vagy NB2-es csapatot is kaphatnak ellenfélnek. Erre jó néhány példa volt az elmúlt években, elég csak a Ferencváros, a Diósgyőr, az MTK vagy a Vasas megyebeli vendégjátékát említeni. A másik lehetőség az Amatőr Kupa, amelyet a közelmúltban megnyert a Sényű, de a Baktaló Rendháza, valamint a Tarpa utóbbi ebben az évben is bejutott a döntőbe. A 2021-22-es Magyar Kupára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 22 csapat adta le a nevezését. Hosszú évek óta először fordult olyan, hogy nem írtunk ki kötelezővé a megye egyes csapatoknak, tehát mindenki szabadon nevezhetett, és a 10 megye egyes csapat mellett 10 megye 2-es és 2 megye 3-as csapat is leadta a nevezését. Az elmúlt kiírásban a megyéből 3 csapat juthatott fel az országos főtáblára, ezúttal kétszer annyian lehetnek majd ott az őszi indulásnál. Nagyon sok csapatot adhatunk fel szerencsére a megyénk nagyságának köszönhetően, hiszen rengeteg amatőr futballcsapat van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 6 együttest adhat fel megyénk az országos főtáblára, így értelemszerűen azért több fordulót kell rendezni. Az első fordulóra most szerdán kerül sor, méghozzá 12 együttes részvételével, hiszen a 10 megyei első osztályú csapatot a május 26-ai körben kiemeltük. A következő hét szerdán fog játszani a 6 továbbjutó, illetve a 10 kiemelt csapat, tehát 16 csapat fog pályára lépni. Június 9-én a 8 győztes ismét pályára lép, és június 16-án pedig a fennmaradó, ugye 4 győztes megküzd az elődöntőbe, a döntőbe, a megyei kupa döntőbe jutásért, viszont a 4 kieső is megküzd, amíg fennmaradó 5. illetve 6. helyért is. Tehát június 16-án fejezzük be a Magyar Kupa megyei selejtezőjét, és terveink szerint a megyei kupa döntőt majd augusztusban egy ilyen szezon előtti felvezetésként fogjuk megrendezni. A megyei selejtező szerdai párosítása a következő: Nagydobos Vaja, Nyírcsászári Nyírbátor, Rakamat Sonkád, Mételek Nyírcsaholy, Nyírvasvári Vámosoraszi és Pátroha Csengercsima.